Köszöntöm a stúdió mai vendégét, Ivkovisz Tojánt, a Dunaszva DTK szakmai igazgatóját, és köszönöm, hogy elfogadtad a Jó két hete találkoztunk utoljára az atomerőmű meccs után, és akkor azt mondtátok, hogy várjunk egy kicsikét, és a két hét elegendő lesz arra, hogy minden lerendezzetek. Volt egy utolsó meccs, lejátszottunk az utolsó meccs, és utána a tulajdonosok szakmai összeállt, eldöntöttünk, hogy nem fogunk, változtatni semmi. A lényeg ez, ez a klub működik 11 vagy 12. szezon, úgy megvannak a szabályok, megvan a hierarchia, megvan minden. Nem megyünk modern világ fele, úgyhogy uh, semmi csoda nem kell várni tőlünk. Ezt kell várni következő év, a becsületesen, tisztességesen, ennyi mennyire pénz van, ennyire fogunk elkölteni is. Úgyhogy uh, ez a, én szerintem ez a nagy konklúzió, amit ez a két hét alatt ment. Keressünk az edző, keressünk a, a fiatal játékosok és akadémiából, mit följönnek. Maradni fog a négy kölföldi, mert ez a szabály. Úgyhogy csak a Wittmann Cristiano, ha jól tudom, van a szerződése, többiek körül a forró a levegő nagyon fontos az erősítése és a klubnak a struktúrája, a stáb, és a stábnak terveztünk az erősítések. Német Levente fogja érkezni, a stáb tagja, és akadémiának egy edzője, egy körmendi, nagyon tehetséges, fiatal edző. Mit jelenti? Folytatjunk ez a rész, mit volt itt a Kecskemeten, hogy a Fórai, utána a, a innen repültek a A Liga, meg profik fele, úgyhogy minden kettőnök a, a, kívánom nagyon sok siker, és a remélem a Dusan Márkovics, Hegedus Gergely, meg az új Német Levente is pár év múlva a fognak menni az ő útjai. Úgyhogy én úgy gondolom, nem a, be kell befektetni a drága játékosokba, be kell befektetni a, a, jó tehetséges edzőbe, mert abban mindenki fog profitálni. A sok csapat elkezdte már a felkészülést olyan szempontból, hogy levadázták a játékosokat. Mi hol tartunk? Mi sehol nem tartunk. Első próbálom foglalkozni a sajátjaig. Első a Vitmán Krisztián nyilvánvaló, ő megmarad. A Tóth Borná meg a Ivkovics Milán körül azért a, a forog a világ. Úgyhogy majd kiderültek hétvégé fele, hogy melyik irányból fognak menni a dolgaiból, külföldik ugyanaz ezután, amikor meglesznek a magyarok, akkor át kell gondolni, ki lesznek külföldik. Nyilvánvaló az edző személye fogja befolyásolni a külföldiknek a vásárlása. Ezt szeretném, hogy találom az edző. Nagyon. Úgyhogy rajta vagyok. vagyok? Edzőkeresésben? keresésben? jó, já, csak ez eddig nem találtam ilyen edző, a, nem lesz ez, ez a keretek, hogy decemberben újra nekem kell leülni. Úgyhogy azért nem túl boldog vagyok, mert ha odáig fogunk jutni, ezt beszéltünk, hogy nem lesz garancia, hogy biztos bentmaradás és arra, hogy tudjunk egy normális csoport összerakni, arra valószínű, hogy megmaradunk a stában, még tavaly volt. Mennyi időt adtatok magatoknak az edzőkeresésben? A július közepéig, mint mindenki szerintem, az nem kell nem kell itt túl kapkodni, nem, kell a, a, a Eddig se hoztunk ilyen döntések, melyik után kell szerződések bontani, kirúgni az emberek, tudjunk utolsó tíz év, évtizede Magyarországon, legkevesebb külföldi mi cseréltünk, és a legkevesebb igazolás volt nálunk. Úgyhogy ö, ö, lassan, legyen egészséges, a többi megoldunk. Úgyhogy ez a fontos dolog, úgyhogy úgy is állunk. Én úgy gondolom, eddig Ecskemeti nép, meg kecskeméti polgárok, kecskeméti kosárda szerető nem csalódtak a kosárlabdahoz. Az egy kosárlabda, én mikor jöttem ide, ez ilyen kicsit ilyen, én úgy gondolom nekem idegen vízben meg volt ilyen, elég a, a, pocsolyába meg volt téve. Utána szépen kijöttünk, következő 12 év hibátlanul működik az egész rendszer. Nem csak hobó, hogy felnőtt az azért van a kosárlabda része egy akadémia, még tudjunk hány iskola, hány csarnok, milyen beruházások tette a kosarlak felnőtt klub körül, sose volt a probléma, a legkisebb plecská, vagy legkisebb valami probléma, úgyhogy tovább is ez lesz a irány, nyugalom, béke. Kucserő elment, hiszen be is jelentette le a legutolsó mérkőzésen. Az viszont kellemetlen hír, hogy Kemál szintén légiós, tehát nem számít magyarnak eddig se számít, nem tudom milyen híróba. Arról eddig se számított a, a, magyar, most ez a, én úgy gondolom, a, élünk egy ország, még nagyon sok sajátosság van. Ez egy sajátosság, hogy valaki tíz év volt a minden nyáron a magyar válogatóban, is, és arról nem tudja, azért, mert kecskemet nem van, bátran mondom, ki tudja, ez egyszer lehet, hogy változtatni fog. Ez én nem látom sok esélye, úgyhogy nem tudom, a, a Szerintem ez nem hír. Jó. Ez, ez, ez egy állapot, meg Nem ez, ez nem normális dolog, csak én szerintem ha csak ez van. Kucsera mennyire volt a keretnek, úgymond tagja, és a kiesése mit jelent? Hogyan tudjuk őt pótolni? Értékes ember volt mindenképpen. Ha mindenképpen értékes volt, csak a mindig ez kell nézni, ez az oldal, büszke kell lenni, hogy valaki itt. Kezdett, itt lett a játékos, és a másik klubba többszorosan viszi tőled, azt jelenti, hogy biztos fognak jönni jó páron fiatalok ide, még látják, hogy meg lehet innen menni a magasabb szinte. Úgyhogy én úgy gondolom, ez egy jó referenciáklubnak, hogy elment. Ugyanazt tudjunk, egy több bezár, másik kinyíli, nem. Ki tudja, kinek ez jó lesz itt a fiatalok körül forog a világ. Tudjunk, hogy a Milánok egy jó szezonja volt. Abban ha nem az én fiám, biztos másképpen titulálnak, meg minden, csak az gyerek néha próbálnak lehúzni az én miattam, mert az alapszakasz a dobása nem ment utána, 40 volt a triplája, és nyilvánvalóan jó pár klub utána is nézed, vagy próbált szerezni, mert nem is fontos ez a szezon nekik, a következő szezon, mikor két magyar lesz a pályában, ugyanaz a Todd körül is a, 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 a vonok egy-kettő mekeresés. Mindenki tudja, a kecskemeten van egy szabály, fel van fektetve a hierarchia. Van egy Wittmann Krisztián, Wittmann Krisztián alatt van mindenki, úgyhogy kinek nem tetszik, akkor menjen innen. a bajnokság kezdés előtt kezdi a felkészülés, 9-10 hét ott a függ hogy én szeretem 10 hét, valaki 9, valaki 8, alapvetően azt jelenti, hogy augusztus elején közepe később kezdi a felkészülés. Én bizakodó vagyok, bármilyen úgy próbálom egyszerű tenni a dolga, is, most a, úgy néz ki az egész rész a szörnyű, vagy a, nincs senki, meg ezek. Azért a, a Magyarország sport, meg kosárlabda pláne elment ilyen nagyon rossz irány. Ki tud, csak pici tud futni, és két kosár dob, kéri egy millió havonta. Mi nem tudjunk ezt fizetni, nem is akarunk. És a látszott most a döntő, mikor volt végé kiesés a play out látszott, hogy csapatok, melyik nagyon-nagyon sok több pénzt költek, mint mi, semmi nem jobban járták, mint mi. Úgyhogy én úgy gondolom, bízunk a rendszerbe, bízunk abba, hogy tudjunk, hogy ez a kosár, ez szép sportág, csak azért vannak az elvek, és elvek nem szabad feladni. Én nagyon bizakodó vagyok. Köszönöm szépen beszélgetést, mi is ezt tesszük. Köszönöm.